Sziasztok! Happy Vlogmas! Ma még mindig nagyon szép téli napunk van, de tehát most téli esténk van, még mindig látszik a hó egy kicsit, és úgy gondoltuk, hogy ez egy pont jó este lenne arra, hogy megnézzük, hogyan néz ki Miskolc adventi villamosa. Izgatottak vagytok már, mi borzasztóan, gyertek, tartsatok velünk! Ha még nem ismertek minket, mi vagyunk Viktor és Andis, a Hátizsákkal a Föld körül csatornánk, a Disney Universe és egyéb utazóvlogokat, élménybeszámolókat találtok. Ha szeretitek az ilyen tartalmakat, kérjük iratkozzatok fel a csatornánkra, amivel most még nyerhetek is! Már több mint 200-an vagyunk, fantasztikusak vagytok, épp ezért meginvitálunk benneteket egy játékra. Orlandóból hoztunk ajándékokat, amelyeket egy nézőnknek szeretnénk odaadni. A cél az 500 feliratkozó. Nem kell más tennetek, mint feliratkozni a csatornánkra, kitölteni a leírás lévő linken található kérdévet, és ugyanerre buzdítani barátaitokat, ismerőseiteket. Akár szuper karácsony ajándék is lehet a nyeremény. Minél előbb leszünk 500-an, annál előbb sorsolunk a feliratkozott hátizsákozók közül. Miket is tartalmaz az ajándékcsomag? Egy Universal Orlando pint, egy tökös kis párnát, egy Harry Potter fém kulcstartót, egy menő Mickey-s irat és bankkártyatartót, egy amerikai színvilágú minifület, egy 9¾ vágány kulcstartót, egy cuki Mickey plüst, egy 50-es évfordulós Disney pint, egy Mickey-s bögrét és egy Orlandós brossúra csomagot, amik egy utazás megtervezéséhez is jól jöhetnek. Játékra fel is sok sikert, most pedig vissza a vloghoz. Induljunk a villamoshoz! Nagyon izgulok. Én is mindjárt bepisülök, olyan izgatott vagyok. Ez a villamos ötször is nyert már legszebb adventi villamos díjat, úgy hallom, mindjárt jön egyébként. Volt már orange színű, bordó színű, volt kristálypalota, és már az utóbbi években mézes kalács díszítés, külsődés, és itt jön, és itt jön! Azt a minden, itt a jó! Itt vagyunk a villamoson. Adventi villamoson. Szépség és a szörnyeteges az egész villamos, annyira szép. Annyira szép, itt van Chase. Aranylik hópof, így mi a ide, nagyon cuki. Yeah.
Szia villamos, pápá! Szia villamos! Nagyon szép volt. Én nagyon szeretem a Szépség és a Szörnyeteges mesét, úgyhogy ez a belső tér, hát nagyon jó kandalló, az nagyon cuki volt, nagyon szép volt. Gyönyörű volt a kandalló. Meg ott volt Kannácska nénike, meg a Csészi. Hogy hívják? Kanna mama és Csészi. Mrs. Potts, ennyi. Mrs. Potts és Chip. Nagyon helyesek voltak. Benne volt a Rózsa is. A Rózsa is ott volt fenn, az is nagyon szép volt. Meg szólt a zene, ilyen karácsonyi zene, meg volt felizített karácsony, tök szép ilyen arany színű volt. Így illett a történetbe. Meg hát az egész egy nagy mézes kalács, abban voltunk, hát az milyen jó volt. Mennyire jó. Nektek mennyire tetszett? Írjátok le kommentben, meg lájkoljátok ezt a videót, hogyha tényleg tetszett. Az igazság, hogy szerettünk volna kijönni december 12-én vasárnap megnézni, hogy van egyáltalán bármilyen kivilágítás Miskolcon, de sajnos akkor nem jutottunk ki, úgyhogy ez már ebből a vlogmözből kimarad, viszont itt vagyunk most a Városháztérén, semmi nem világít, szóval nálunk most nem nagyon van, de ha még nem láttátok a debreceni adventi vásáros videónkat, akkor mindenképp nézzétek, mert ott szuper kivilágítás van, nagyon jó kis bódék voltak, ittunk forrádból, tettünk langallót, úgyhogy nézzétek meg. Debrecen gyönyörű voltál. Nagyon szép volt. Fú, és itt a nagy sötét fejek mindjárt elindulnak haza, bontani a csomagot, az adventi kalendárium! Ma nagyon fura ajándékot fogsz tőlem kapni. Azaz. Nagyon szép. Ez valaminek az egyik fele. Nem? Nem, ez az egész. Jaj, de jó. Számok, hogyha elfelejteném 1-24-ig. Mesét. Nem ezek 1-24-ig lennének a karácsonyi adventi kalendárium sorszám, és ott van, hogy Merry Christmas, itt meg van egy ilyen kis ajándékmatrica, szóval matricázhatsz. Jó, mit? Nagyon hát köszönöm, igen. Ez fantasztikus hát ajándék. Igen, ez a bajom nekem is. Nagyon vágytam már egy ilyenre, köszönöm. De mondd meg ki, mert van benne még egy. Gondolom, még egy ilyen adag. Úgy szépen elszakadt. Na. Igen, nyitom, zsujujuj. Van még egy ív benne, jaj, de jó. Duplá matricás. Ezt tudod, miért jó? Miért? Mert majd jövőre... Jövőre? Akkor lesz egy matrica neked, meg lesz egy matrica nekem is. Hát ezt nagyon kikriszpítvételted. Nézzük meg inkább, hogy te mit kapsz. Lehet jobban járunk. Meglepi! Csoki! Mi van benne? Karácsonyi nyúl! De nem nyúl! Az rénszarvas! Vagy nyúl. Az rénszarvas. Bal oldalt van a hóember, a rénszarvas és a mézes kalács mézi. Nagyon szépen köszönöm. Ennek legalább használt veszem. Tudod mit? Úgy érzem, egyesével van csalagok, hogy mindegyiket felmatrizáltam, jó? Jól van. Szeretnélek már kínálni egy kis finomság. Jaj, de jó, köszönöm. Nézd, így van becsomagolva. Na szép, most késed meg. Nagyon szép. Ott van rajta a nyulad. Oh, rénnyúl. Rémnyúl. Ez olyan, mint a Brer Rabbit, meg a Brer Fox, ez rénnyúl, meg rém. Ó, és nézd, mi van benne. De szép, karácsonyfa csillaggal. És én mit kaptam? Nézzük meg! Számtalan ajándékaid egyike. Kis karácsonyfa dísz. Karácsonyfa dísz, jaj, de szép! De nem is emlékeztem rá. Nem, pedig tök aranyos. Igen, nagyon szép. Nagyon jól néz ki, megyek és feltesztek a fára. Jó. Ide jó lesz, nézd? Nem, ide. Mégis inkább ide. Ide tesszük, nézd? Így tetszik. Nagyon szép lett. Reméljük tetszett ez a mai videó nektek, ha igen, akkor kérjük lájkoljátok, iratkozzatok fel csatornánkra, kövessetek minket Instagramon is, és találkozunk holnap. Happy Vlogmas! Sziasztok! Happy Vlogmas, sziasztok!